Tsubasa kapitány. Üdvözlöm a rajongókat! A nevem Tsubasa Ozora. Az őrjöngő tömeg. Ez a hajtás. Ez a sok izgalom. A győzelem. Ez az, amiről mindig is álmodoztam. Amióta járni tudok, a labdát kergetem. Figyelj! De soha nem jutottam volna el idáig a srácok nélkül. Az első csapatom tagjai nélkül. Úgy hívtak minket. A Nankatsu ifjoncok. Született tehetség. Értem. Szóval a régi sulitban is focisztál, Tsubasa? Igen. Figyelj, kis haver, ma nagyon fontos mérkőzésünk lesz. Jobban teszed, ha nem csinálsz semmi bakit. Fontos meccsetek lesz? Mi, a Nankatsu csapat, megmérkőzünk a Suyutesu csapattal a pályáért. A pályáért? Igen. A pályáért fognak játszani. Nagyszerű. A mai meccsen dől el a Nankatsu csapat további sorsa, úgyhogy bénázásnak nincs helye, megértettétek? Ne felejtjétek, ha rosszul áll a meccs, csak nézzetek rám, Sanaénak a zavára, és mindjárt újra erőre kaptok. Csak egyet kell lőnötök, adjatok bele mindent! Köszi, te könnyen beszélsz, nővérkém! Esélyünk sincs gólt lőni a Suyutesu csapatnak. Mi ez a hangnem? Ha már elfogadtátok a kihívást, akkor tessék megemberelni magatokat. Ez is annak a többfej Ishizakinak a hibája. Hagyta, hogy az a Wakabayashi nevű fiú a Suyutesuból provokálja. Úgy egyeztek meg, hogyha sikerül neki gólt lőniük, akkor megkapjuk további használatra ezt a focipályát. De csak azért, hogy megszabadulhassanak tőlünk. Na és? Ezért kell mindenáron gólt lőnünk neki. Ishizaki! Olyan levertek vagytok, mintha kivégzésre indulnátok. Te hol piszmogtál? Már azt hittük, inatba szállt a bátorságod, és leléptél. Dehogy léptem. Miért léptem volna le? Ishizaki! Ki ez? Na! Ők kérlek szépen az új csapattársunk. Ma iratkozott be a suliba, beszélgettünk, és azt mondta, hogy szeretne csatlakozni a csapathoz. Értem, és te idehoztad. Igen, elhoztam. Ő lesz a 12. tagja a mi kis csapatunknak. Ozora Tsubasa vagyok. Nagyon örülök. Gyere is, Ishizaki. Igen. Gyere, akarom. Mondd csak, te több filkónál a nagyobb játékos nem találtál? Hát... Hello, Manabu vagyok. Te ki vagy?
Mondd csak, régóta focizol? Gólt kell rúgnotok, öcsi. Ha egyet sem lőttök, akkor többé nem focizhatok itt, talán elfelejtetted? Nem. Hogy felejtettem volna el? Gólt kell lőnünk nekik, semmi más nem számít. Aha. Mi van veletek? Itt a nagy lehetőség, hogy megmutassuk annak a vakabajasi kölyöknek, hogy nem vagyunk falábúak. Vakabajasi? Igaz, hogy ami Genzo Vakabajasi védett a csapat, egyetlen gólt sem kapott a bajnokságon, de ez ma megváltozik. Egy gólt sem kapott a csapata, amikor ő védett. Na mindegy! Megbánja még, hogy kihívott minket. Csak annyit kérek, hogy ne kapjunk be túl sokat. Jó, fiúk? Tíznél több gólt semmiképp sem kaphatunk tőlük. Ah, tíznél? Tudod, van egy kis Bibi Ishizaki. Mi az? Tegnap óta nincs középcsatárunk. Bocsika, tegnap csúnyán megsérültem az edzésen. Miért nem szóltál? Ó, a felébe. Pont jókor. Tsubasa? Akarsz játszani? Igen. Arra sem méltok, hogy focipályára lépjenek. Minden csatárnak legalább 3 gólt kell lőnie. Vagy repül a csapatból. Meg kell szereznünk ezt a pályát az egyik alcsapatunknak. Figyelj, Morizaki, te védesz. Oké. Edzésnek ez is jó lesz. Gyakoroljátok a kapura lövést, fiúk. De a kapust találjátok el, az sem baj. Oké. Jól áll neked a mezőnk, Tsubasa. Mondd csak, Ishizaki, Tsubasa hol fog játszani a helyemen? Nem kell több csatár. Mi helyettesítünk, jó? Nos, Tsubasa, hol legyen... Megvan, hátul leszel. Söprögetsz. Rendben. Próbálj meg nem lábatlankodni. Oké. Nem, csak itt vannak a törpék. Készen álltok a vereségre, törpék? Nem akarunk több időt vesztegetni rátok, mint amennyit feltétlenül szükséges. Mi? Lazíts! Lazíts! Nyugodj meg! Én, Genzo Vakabayashi, a szavamat adom, ha gólt tudtok lőni nekünk, akkor a továbbiakban tiétek a pálya. De ha nem tudtok, akkor soha többet nem jöhettek a pálya közelébe. Jó, törpe? Ha gólt tudtok lőni nekünk, akkor maradhattok, de ha nem, akkor soha többé nem jöhettek vissza. Fogd be a szád! Nagyon jól tudom, mi volt az alkuban. Essünk neki, gyerünk! Várj a bemelegítéshez felkészülni, fiúkák! Miért? Még el sem kezdték! Azért, mert nem tudhatjuk, mikor sérül le egy társunk. Ha valaki lesérül, egyikünknek be kell állnia. Stim? Mi? Mi álljunk Indulás! Be? Hajrá! Hajrá, Nagasu! Megvan! Na, megállj! Nem hagyjuk, hogy legyőzzetek! Vakabayashi még annyira sem tart minket, hogy játszok. Meg sem érdemlik a pályát ezek a falábú törpék. Lemossuk őket. Rúgnunk kell egy gólt, csak egyet. A fenébe is sikerülnie kell. Nem üthetnek ki minket. Alázzuk meg őket, hogy többé ne ismerjenek focizni. Fogjatok le, törpék! Úgy is belövök egyet! Mi a... Nem számít, még be tudjuk lőni. Újra rálő. A fene. Ez az. Ki ez a kölyök? No! Ez az. Ja. A fene. Jó, vissza kezdéshez. Most ők jönnek, figyeljetek. Szép gól volt. Tás. Te balra, te meg jobbra. Menj előre. Hajrá, hajrá. Figyelj, most mi indítunk. Te elrugod, én meg elindulok. Értettem. Vele. Értettem. Á, de ne nekik passzold a labdát! Manabu! Már megint ő! Bravo! Lehetnél kapus! Ez nem igaz, már megint Kiri! Figyeljetek! Hogyan már, ezek ellen nem dicsőség gólt lőni. Ez az! Gyerünk, gyerünk! Menj át! Várra! Basszonár! Ide, töge! Hé!
Vigyázz, vigyázz! Ott van! Jó! Jó! Ez az, gyerünk! Úgy látom, egy kicsit egyoldalú a küzdelem. 3-0. Meg kell hagyni. Nagyon jó az ellenfél. Bármilyen jó kis, csak egyet kell lőnünk nekik, és miénk a pálya. Gyerünk, adjatok bele mindent! Meg lesz. Tényleg szükség van buzdításra, de a csapatok közti különbség így is nagyon nagy. Vigyázz! Gyerünk! Ó, köszönjük, kapitány! Ki a figyeljetek már! A simán elfejelte a labdát! Mit bénászol? Aztán valami cserediák. Gyerünk már! Helyezkedjetek! Cserediák, mi? Gyerünk, dobja! Futás! Teljesen tiszta a pálya. Rá kell lőnöm. Mindent bele. Nem bement. A csodába nem talált. Szép kapura lövés volt. Az a kisrác vérprofi. A végén mégiscsak érdekes lesz a játék. Ez oltári nagy volt, Tsubasa. Miért nem mondtad, hogy ilyen jól lősz kapura? Majdnem bement. Állati volt. Eddig csak 3 gólt tudtatok lőni ezeknek a mitugrászoknak. Embereljétek meg magatokat. Igazad van. Rúgjunk nekik még 20-at. Az kevés. Rúgjunk még legalább 50-et. Az elég megalázó lesz nekik. Izava, Shimada, ti fogjátok azt a kis söprögető ficsúrt a kapu előtt. Mi ketten? Ketten fogjuk. 2 embert egyre. Nem túlzás ez egy kicsit? Szerintem igen. Csak szerencséje volt. Ostobák! Mindegy, hogy szerencséje volt. Ha csak egy kicsit is lejjebb megy a lövés, elveszítjük a pályát. Nem kockáztatunk. Egy pillanatra se engedjétek el. Nem kaphat több esélyt. Morisaki, én veszem át a helyedet a kapuban. Rendben. De kapitány. Megalázod magad azzal, hogy egy ilyen csürhellen pályára lépsz. Nincs más választásom, mert ha még egy ilyen helyzet adódik, az a kölyök nem fogja kihagyni. Figyelitek, fiúk? A nemzeti bajnokkal játszunk, és eddig csak 3 gólt kaptunk. Tsubasa jól megizzasztotta őket a legutóbbi lövésével. Csak így tovább, és győzni fogunk. Mindent bele. Ne feledjétek, hogy csak 1 gólt kell nekik lőnünk, hogy örökre megsebezzük a büszkeségüket, és megszerezzük a foci pályát. Igen, meg akartak alázni minket. Hát alázzuk meg mi őket. Helyes. A 2. félidőben gólt kell lőnünk. Vegyetek példát Tsubasáról, hála neki, eddig csak 3 gólt kaptunk. Igaza van. Ha ő nem lenne, már legalább 20-at kaptatok volna. Kösz az optimizmusodat. Tsubasa, a 2. félidőben te leszel a középcsatár. Gólt kell lőnöd. Rendben. Srácok, aki megszerzi a labdát, az rúgja oda Tsubasának. Oké, megértettük. Hajrá, csapat. Gólt rúgunk nekik, ha törik, ha szakad. Igen. Helyes, pályára. Van egy ötletem is, Izukat. Igen. Hallgatják. Jobban érzem magam. Adjuk neki. Jó, megpróbáljuk. Nocsak, Wakabayashi is elindult az orrát. Gyerünk, Nankatsu! Hajrá, Tsubasa! Menj rá! Rohadj, rohadj! Menj már, gyerünk, Yamada! Rajta is, Izaki. Mutasd meg neki. Oh! 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 O
Tsubasa! Itt vagyok! Kapd el! Gól! Nem! Nem! Ezek már nem rúgnak labdába. Még a kis csákó sem menti meg őket a vereségtől. Csak a kisfiú segítségével győzhetnek a kisebbek. Kár a gőzért, öcsi. Úgy se tudtak gólt lőni. Azt csak hiszed. Ezt figyel, Dagi. Hajrá, Ishizaki! Hajrá, Manabu, menj előre a bal oldalon! Oké, bal oldalon előre! Rúghatnak annyit, amennyit csak akarnak. Nekünk elég egyet rúgnunk, és győzünk. Hoppá. Rajta vannak a kis aranylábunk. Tsubasa! Menj ki a pálya szélére, de gyorsan! Megyek! Na gyere csak, kölyök. Készülj fel, Wakabayashi. Jövök. Mutasd, mit tudsz. Hajrá, hajrá, Tsubasa! Hajrá! Ez nagy helyzetnek ígérkezik. Gyerünk! Menjetek rá! Fogjátok! Lássuk, hogy vágja ki magát ebből. Folyton a sarkamban vannak. Így nem tudok gólt lőni. A fenébe nagyon fogják Tsubasát. Hagyd ott őket! Gyerünk! Jöhet! Kapuba lesz. Még elcsíphet. Rajta! A fenébe ilyenkor nincs idő inni! Lepasszolt a jobbra. Nesze! Nem eszik azt olyan forrón! Nagyon köszönöm, kis barátom. A srác játéka visszaadta az életkedvemet. Hogy kaphattam gólt? Ráadásul egy ilyen kis nyavajástól. A fenébe! Szuper volt! Megálltad! Pihenjél már, jó ég! Wakabayashi, megnyertük az alkut. Igen, tudom. Mostantól tiétek ez a focipálya. Igen! Hogy hívnak, kölyök? Engem? Tsubasa, Ozora Tsubasa. Szóval, Tsubasa, mondok valamit. Arról ne is álmodj, hogy még egyet lősz nekem, világos? Érted?
Igen, világos, mint a nap, de azért megpróbálom. Na, menjünk. A nagy Bakabajasi. Szégyenben elkullog, miután néhány kölyök legyőzte a csapatát. Jó kis labda. De rég is volt már. Hála neked, Tsubasa, legyőztük Bakabajasit. Nagyon büszkék vagyunk rád, és persze magunkra. Ó, ez nem fog menni. Új mesz kell neked, ha velünk játszol. Igen. Lássuk csak, hogy szuperálnak a kölyök reflexei. Micsoda lövés volt. Ki volt ez a fickó? Bravo! Remek középreadás volt. A minden itt. Csodás lövés volt. Ki volt ez a napszemüveges férfi? Annyi biztos, hogy nagyszerű focista, csak ámulunk a trükkjei láttán. Micsoda mozgás, micsoda hibátlan technika. Ő lenne Roberto Hongo, a São Paulo-i csapat szupersztárja. El se hiszem, hogy ilyen szerencsém van. Megígérte, hogy mutat pár trükköt. Ha kíváncsiak vagytok, miket, nézzétek meg a folytatást.